Hosszabb kihagyás után ismét programra várta az érdeklődőket csütörtökön az Egyszülős Egyesület Nagykanizsa. A Hevesi Sándor Művelődési Központban a felnőttek beszélgettek, a gyermekek pedig kézműveskedtek. Magyarországon több százezer olyan család él, amelyben egy szülő nevel egy vagy több kiskorú gyermeket. Ezekben a családokban a pénzügyi és jogi nehézségek mellett a lelki támogatás is rendkívül fontos. Ezért is alakult 2 éve Nagykanizsán az Egyszülős Egyesület. Azt tudom mondani, hogy Csipke Rózsik álmából ébred az Egyszülős Egyesület, mert ugye 2020-ban mi ezt megalakítottuk, és akkor jött Covid, tarolt, annak ellenére, hogy tudtunk azért adománynapot tartani, tudtunk egy szabadtéri programot, talán nem is egyet szabadtéri programot tartani. Most pedig Bedő Ildikó pszichiátert hívtuk meg előadást tartani. Tulajdonképpen a Covid alatti lélektanról biztos ismeretekkel azt hiszem a legjobb kézbe tettük le, hogy a testről, lélekről és erről a sok problémáról egy picit az előadást tartson. Koronavírus okozta nehézségek nagyon kihatottak a családokra. A csütörtöki beszélgetésen Bedő Ildikó abban kíván segíteni, hogy miként tekintsenek előre az érintettek. Azt tapasztalom, hogy sokkal több lett a válás, széttörtek szinte a családok, és sokkal több lett az a mozaik család, akik már maguk mögött hagyva élettapasztalatot, kapcsolatokat hozva gyerekeket, és nagyon nehéz összefésülni ezeket a különböző értékrendeket, meg már a lelki sérüléseket, amiket ugye hoztunk magunkkal, és ebben próbálunk akkor néhány gondolatot ébreszteni, vagy közösen megtalálni azt az utat, hogy jósuljon ebből ki, elfogadjuk, megértsük a másik értékrendjét. Míg a felnőttek beszélgettek, a gyermekek kézműves foglalkozáson vettek részt, amin húsvéti ajándékokat készíthettek. Az Egyszülős Egyesület a jövőben minden hónap első csütörtökén összejövetelt tart.